Kedves nézőink, október 1-e az idősek világnapja, ez alkalomból tartottak megemlékezést a Szabadidő Központban. A rendezvényen mi is ott jártunk, kérjük, tartsanak velünk! Az ENSZ 1991-ben október 1-ét az idősek világnapjává nyilvánította, így városunkban is ünnepi műsorral és elismerések átadásával irányítják rá a figyelmet legidősebb polgárainkra ezen a napon. A Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ színház termében dr. Horváth József alpolgármester köszöntötte a megjelent több száz szépkorút az önkormányzat nevében. Elmondta, hogy ünnepelni gyűltek össze. Ünnepelnek, és attól kicsit boldogabbak is lesznek. Egy jó szóval, egy barátságos mozdulattal az emberek örömet szerezhetnek egymásnak. Az alpolgármester áttekintette az ajkai idősek helyzetét a számok tükrében. Magyarországon a lakosság több mint 20%-a idős. Ajkán 5200 a 65 év felettiek létszáma, a 18 év alattiaké pedig csak 5000, de öröm, hogy 112 fő már megélte a 90. évet is. A szépkorúak száma láthatóan növekszik. A velük való foglalkozás nagyon fontos a város számára, a két idősek otthona mellé ebben a ciklusban terveznek egy harmadikat is építeni. Sokan részesülnek házi gondozásban, a jelzőrendszeres figyelőt is száznál több ember veszi igénybe. Az önkormányzat a nyugdíjas klubokat is támogatja a lehetőségekhez mérten. A műsorban több fellépőt láthatott a közönség. Kanaras Mártonné Osváth Imre az Öregekhez című versét mondta el, majd saját gondolatait is közölte. A Jó szerencsét nyugdíjas klub dalcsokrot énekelt. A Pannon Várszínház két művésze Kovács Ágnes Magdolna és Szente Árpád Csaba ismert operetteket adott elő, majd a Máté Péter musical két dalával zárták szórakoztató műsorukat. Az idősek ünnepén 10 vehettek át elismerést dr. Horváth József alpolgármestertől és Zábrák Bélától, az egyesület elnökétől, az ünnepeltek érdekében végzett munkáért. Kejhansz Terézia, a Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ igazgatója, Horváth Magda, a Regős Nyugdíjas Klub vezetője, Mátics Józsefné, az Őszi Rózsa Nyugdíjas Klub tagja, Laci Ilona, a Látássérültek Megyei Egyesületének vezetőségi tagja, Nardai Ferencné, a Tímföldgyári Nyugdíjas Klub vezetőhelyettese, Csuba Erzsébet, a Bánk és Természetjárók Nyugdíjas Klubjának tagja, Molnár Gyuláné, a Bányász Hagyományápolók alapító tagja, Németh Zsuzsanna, az Egészségügyi Nyugdíjas Klub vezetője, Szappan Ferencné, az Üveges és a Bánk és Klub alapító tagja, valamint Keszler Zoltánné, aki a Jó szerencsét Nyugdíjas Klubban folytat kiemelkedően aktív tevékenységet.